Kiégett egy lakás a Petőfi utcán. Ez volt az egyik tűzeset 2015-ben, amelyhez kivonultak a tűzoltók. A katasztrófavédelmi műveletek közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tűzoltói 3110 esetben végeztek beavatkozást, ebből 1707 volt tűzeset. Tavaly tűzben 72-en sérültek meg, és 7-en vesztették életüket, 71 embert viszont sikerült megmenteni. Tűzeset 9%-kal volt több 2015-ben az előző évhez képest, műszaki mentést viszont éppen annyit végeztek, mint 2014-ben, 1010 alkalommal segítettek. 2015-ben jelentősen mérséklődött a viharokkal, esőzésekkel összefüggő beavatkozások száma. Utóbbi a száraz időjárás mellett arra is visszavezethető, hogy tavaly az igazgatóság az egész megyében ellenőrizte a belterületi vízelvezetők, árkok állapotát, megvizsgálta, hol vannak veszélyes fák, fasorok. A megye 229 települése közül 227 rendelkezik vízkár elhárítási tervvel, amely országos szinten is kimagasló. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság állományértekezleten értékelte a 2015-ös évet. Varga Béla katasztrófavédelmi igazgató kiemelte, tavaly nagyobb hangsúlyt fektettek a megelőző munkára, és erősítették a kapcsolatot az önkéntesekkel. A legnagyobb sikereket abban értük el, hogy a különböző beavatkozásainkon több ember életet mentettünk meg, mint tavaly, viszont sokkal több sérült is volt. Ezen kívül a megelőző tevékenységünkkel elértük azt, hogy például szén-monoxid mérgezésben kevesebb, illetve hát egyáltalán nem halt meg 2015-ben embert szerencsére, és a lakástűzek számát is sikerült csökkenteni. 2015-ben több változás is érintette a szervezetet, új személy tölti be az igazgató és az igazgató helyettesi posztot, július 1-ével pedig a hivatásos állománynál életbe lépett az életpálya modell. Az állomány értekezleten Tóth Ibolya, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott gazdasági főigazgató helyettese azt mondta, a szabolcsi állomány jól fel. Már a korábbi időszakban is, tehát 2012-től beszélünk tulajdonképpen az újfajta katasztrófavédelmi struktúrától, az önkormányzati tűzoltóságok integrációjával, és már ugye a kezdetekben meghatározó szerepet töltött be, mind szakmailag, mind pedig a működési feltételek biztosításában ez az intézmény. Ezt a minőséget én azt gondolom 2015-ben is tartotta, bár nem volt olyan igazán rendkívüli esemény, ahol még külön erőt is kellett volna próbálni a feladatok végrehajtása során. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóság 2015 egyik kiemelt feladataként hajtotta végre a települési mentőcsoportok megalakításának támogatását, rendszerbeállítását és minősítését. 55 településen alakult meg önkéntes mentőszervezet. Az elmúlt évben 1340 tanuló teljesített a szervezetnél közösségi szolgálatot. 2015-ben jelentős forrást fordítottak a személyi állomány védőruházatára és eszközök vásárlására. Több mint 3,5 millió forint értékben szereztek be tűzoltó tömlőket. Kiemelkedő teljesítményéért az elmúlt évben az állomány 26 tagja magasabb, 40 pedig területi szintű elismerésben részesült.